Mikor a most következő beszélgetést egyeztettem Mónival, zavart mosolyjal szabadkozott. Nem vagyok én olyan érdekes. Igaz. Lehet, hogy nem olyan kézen közön ajánlott elismert művész a maga területén, mint azok, akikkel a helyi vagy szélesebb körből válogató népszerű médiáink foglalkoznak. Mégis érdekes és figyelmet érdemlő jelenségként képviseli azokat a szorgos hangyákat, akik nélkül nem él kultúra. Az amatőr művészt. És engem ez izgatott, ez érdekelt. Jenei Mónikát elemista diáklány korától ismerem, s markáns egyénisége felvillanó színfoltja lett életemnek. Először az Asher Oscar színpadon hökkentett meg, mikor hosszú évek múltával a hajdani diáklány érett nőként állt előttem egy szerepben. Tehetségesnek, magával ragadónak éreztem, majd ismét eltűnt előlem, csupán néhány előadáson figyelhettem a nézőtérről. Évek múlva a Mátyásföld szívében álló Korvi Művelődési Ház, Erzsébetligeti Színház művelődés szervezőjeként futottam össze vele ismét, és a munkájáról beszélt. A régi erőt, hitet, lendületet éreztem meg szavaiban ismét. Majd újabb több éves szünet után, 2 éve a Vigyázó Sándor Művelődési Ház szakmai igazgatóhelyetteseként, a tagintézmények koordinátoraként mutatkozott be egy kulturális rendezvény egyeztetésekor. Tanár úr, régen láttam a színházunkban, fedett meg mosolyogva. Eljött hát a pillanat, amikor nyugodt körülmények közt leülve megkérdezhettem tőle, hogy a megálmodott és elbukott színészpálya után hogyan sikerült elegáns módon megőrizni mély vonzalmát a színpad iránt, és hogyan lett művelődés szervező. Ajánlom őt figyelmükbe. Na és itt kezdődött Anikóval való nagy találkozásom, mert ez a találkozás, én szerintem bátran mondhatom, hogy ez az én egész életemre kihatott. Tehát nem csak a színpad. Tehát ha Anikóval én akkor nem találkozom, és nem visz az út felé, amin én elindultam, akkor én ma biztos, hogy nem az vagyok, aki. Tehát ez egészen biztos. És olyanokkal stúdióztam együtt, egy ilyen egyéves ingyenes stúdióképzés, Samodai Gyuri volt a stúdióvezetőm, mint a Csöre Gábor, aki ugye színész lett, a Lingemese, aki azóta nagyon jó barátom, és a mai napig szintén játszik ezen a színpadon. És hát akkor ezek után szépen kaptam különböző szerepeket. És ez azért volt irtatlanul lényeges és fontos, mert utána ugye elkerültem én is gimnáziumban jártam, és hát éltem a tinédzserek mindennapjait, a bulit, a diszkót, az egyebeket, viszont egy héten kétszer állandóan az Asherban próbáltam. És az irodalmon túl, szóval én 14-15-16 évesen olyan dolgokkal találkoztam Anikó jóvoltából, mint Bulgakov, mint Kertész Ákos, mint Dürematt, mint Brecht. És akkor jelentkeztem is a színművészeti, akkor főiskola volt. Hát abban az időben még nem volt, tehát nem voltak tanodák, meg nem volt sok olyan hely, ahova lehetett menni. Volt a színművészeti főiskola, és esetleg vagy valamelyik színháznak a stúdiójába lehetett jelentkezni, vagy lementél vidékre. És akkor jelentkeztem, hát mind a kétszer kirúgtak rögtön az első rostán. Kétszer jelentkeztem, és akkor én borzasztóan összetörtem. Tehát az volt az első írtatlan hatalmas pofon, mert én meg voltam róla győződve, hogy én oda való vagyok. Tehát nekem biztos, hogy sikerülni fog, mert látni fogják és egyebek. El sem tudtam mást képzelni, és hát akkor jött az első nagy pofon. És ami a mai napig bántott, és ami így a mai napig mindig eszembe jut, és ezért próbálok mindig másként cselekedni, hogy nem tettem meg mindent azért, hogy az legyek. Tehát, hogy lehet, hogy le kellett volna menni vidékre. Hogyha én nagyon akarom, akkor igenis, hogy végig kellett volna mászni ezt a szamálétát. Valamiért nem tettem, és hát soha nem is lett belőlem ugye profi színművész. Viszont az Asher az megmaradt. És hát az évek során nem pusztán már csak a színjátszásról szólt, hanem egy fantasztikus közösségről szólt. Tehát nekem bátran mondhatom, hogy a barátaim, ami 15-20-25, most már 26 éves barátságok, ezek mind ide kötődnek. Tehát ők azok, akik az én életemnek, amíg Anikó is élt, az életem minden fontos pillanatánál ott voltak, a szülésemnél, a vállásomnál, a férhez menetelemnél, a felvétel, mindennél. Tehát mindig ott voltak mellettem. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó kis fészek, egy biztonság. Egy olyan hely, ahol
ahol az ember magára szed, tehát föltöltődik, hogy ugye a hétköznapokban úgy tudja vinni a Berklit. Anikó nagyon jó munkát végzett, mert hogy elültette azokat a kis magvakat, hogy itt nem csak a színjátszásról, az irodalom szeretet, a drámairodalom egyedekről van szó, hanem valóban a közösségről is, és ez Anikó, abszolút Anikó ez is. És azt gondolom, hogy azok, akik már jó régóta ott vagyunk, mert azért nem vagyok ezzel egyedül, azért többen vagyunk, akik elég régóta koptatjuk ott a deszkákat, Timár Tibi. Tehát nekünk ez valahogy teljesen természetes volt, hogy akkor ezt mi visszük tovább. Hiszen tovább. Én összeszámoltam, hogy a 26 év alatt, ami most, mert jövőre 27 lesz, a 26 év alatt én 26 szerepet játszottam. Mert tudod, mindig van nekünk évadunk. Az azt jelenti, hogy én mikor megszültem az én csodálatos leányzomat, akkor kihagytam 3 évet, és még így is. Tehát volt olyan év, amikor nem egy darabban játszottam, hanem 2-ben vagy 3-ban. Azt gondoltam végig, hogyha én nekem most azt mondaná valaki, hogy akkor nincs tovább, hogy akkor is én nekem olyan, egyrészt mindenkivel dolgozhattam együtt, aki rendezett szinte. Tehát szinte mindenkivel, ami egy nagyon nagy büszkeség nekem, hogy ők gondoltak rám, hiszen a rendezők osztják a szerepeket általában. És olyan fantasztikus szerepek, meg olyan csodálatos darabokban voltam benne, meg olyan jó partnerekkel, hogy már azt tudtam mondani, hogy megérte. Tehát már ennyi. Tehát ez egy gyönyörű kerek. Egyetlen egy dolog van, amit én még nagyon szívesen megcsinálnék, ha valaki egyszer gondol rá majd. Én nagyon szeretem az orosz drámairodalmat, és azon belül is én ilyen Csehov megszállott vagyok. És Csehovnak szinte bármelyik drámájában nagyon szívesen játszik, bármit. Mert az úgy kimaradt, és azt úgy nagyon szeretném. De igazából nincs. Én bármit nagyon szívesen. Ha gondol rám valaki, akkor én nagyon megköszönöm, és nagy örömmel vetem bele magam általában. Igen, én egy nagy küzdő vagyok egyébként, tehát az édes drága anyai nagyapám, aki szintén egy nagyon meghatározó volt nekem, akitől talán ezt a soha nem adni föl, és küzdeni, és böcsülettel, és tisztességgel, mert higgyem el, hogy annak meg lesz egy. Ez így tőle is, és mindig föl is álltam. Tehát nagyon-nagyon hatalmasakat buktam én, de valahogy mindig megvolt az a képességem, hogy újra építsem magam, és újra fölállni. Tehát voltak ilyen nagyon nehéz periódusai az életemnek, magán is, szakma is. Én ilyen végletes vagyok, tehát a végletek embere, tehát én vagy valamit 200%-on csinálok, vagy sehogy. Tehát nálam általában köztes nincs, akkor inkább ott hagyom. És ennek pedig az a függvény, hogy valamiben hiszek-e, vagy nem hiszek. Én a közművelődésben, tehát azt, amit én csinálok, azt szoktam mondani, hogy azt különbözteti meg a közművelődést a profitorientált rendezvényszervezéstől, hogy ebben van lélek. És ez tényleg így van. Tehát ha valamiben hiszek, hogy az fontos és az kell, akkor én az utolsó véremig tudok érte küzdeni. Nem beszélve arról, hogy a közösségről beszéltünk, mert ugye ez a másik dolog, akkor ez a szakma, ez soha nem egy személyes. Tehát itt egy személyként fürdőzni a sikerben nem lehet, mert ez egy irtatlan, hogy mondjam, nehéz csapatmunka. Tehát ehhez teammunka kell, úgy, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, valaki irányít, és az jól irányít, és akkor ez egy mindig közös siker. Tehát itt egy személyes siker nincs. Egy személyes kudarc van, siker nincs. Kudarc van, mindig egy személy van. A kudarc van, mindig egy személy van, de siker az mindig közös. Ezért ez egy nagyon nehéz döntés volt nekem ide jönni, ide erre a posztra állni, mert én azt gondolom, hogy egy teljesen normális átlagember sem szereti azt, hogyha eleve tudja, hogy egy nagyon, nagyon nehéz, nagyon hálátlan feladat vár a kezdetben. Mert azért itt az átszervezésnek semmilyen modellje nem volt, tehát ezt végig kellett csinálni, amivel járt az összevonás, a leépítés, a és hát az ember tudta, hogy hát ez nem egy hálás dolog. Egyébként ezt sokkal nehezebben viseltem, mint gondoltam. Tehát sokkal jobban megviselt az én lelki világomat. Viszont szépen felállt a rendszer, és ami egy óriási dolog, hogy ezek a kis telephelyek, amik eddig azt se tudták egymás, hogy léteznek, ennek egy nagyon erős munkaközössége lett. Tehát egy nagyon-nagyon jó, nagyon jó kis csapata, akivel bármit meg tudunk csinálni. És én úgy voltam, amikor idejöttem, hogy én hittem abban, hogy igenis, hogy ennek működnie kell. Teljesen mindegy, hogy a legrosszabb körülmények között, de szerintem ez fontos. Tehát ezért érdemes.
És mostanra, ugye most már lassan 2 év fog eltelni, működünk, és vannak eredményeink is. Mi az, ami leginkább kötődik a személyedhez az elmúlt 2 évben? Amire azt mondod, hogy hát ezt én teremtettem meg, vagy ezt én csináltam meg, vagy ez igen, ez olyan munka volt, amire azt mondhatom most, hogy oda tehetik a nevelmet mellé. Hát első és legfontosabb mindenféleképpen a kollégák, akikből csapatot kellett kovácsolni. Tehát maga felállt csapat. Így van. Tehát maga az, hogy felállt. A másik maga az egész intézményrendszer működése. Tehát azt mondtam, hogy ugye nem volt rá recept. Tehát azt minden egyes lépését létre kellett hozni. Tehát az most egy picike döccenők ugye mindig vannak, de ez most már nagyon szépen működik. Az én szívemhez legközelebb mindig azok a dolgok állnak, amikor valami olyat hozok létre, amitől látom, hogy az, akinek létrehozom, az boldog. Tehát egy nagyon kellemes beszélgetés végén ülök a kamera mellett Jenei Mónikával, aki elmesélte, hogy milyen céltudatosan kellett a hátam mögött álló évtizedeket megélnie, milyen sikereket élt meg, kötődéseiről beszélt, és arról beszélt, hogy az eltelt 20, az a 26 év, amit az Asher Oscar színpadon töltött, milyen felismerésre vezetett. Kérlek, beszélj erről. Mi ez az értékrendváltozás, amelyet így most, ha visszatekintesz, meg tudsz fogalmazni? Igen, ez nagyon izgalmas, hogy amíg jóval fiatalabb voltam, addig a színpadon a színjátszás, tehát maga a darabokban való szereplés volt a lényeg. És ahogy öregszem, egyre inkább azt kell, hogy észrevegyem, hogy most már nem arról szól a dolog, hogy magam építem és egyebek, hanem arról szól a dolog, hogy mennyire fontos nekem az a közösség, ahová én tartozom hosszú évek óta, barátaim. És csak másodlagos a színjátszás. A szerepeid, amelyekben keményen megdolgozva rubickoltál, voltak olyanok is, amelyek ugyan könnyen rád simultak, és amikor arra azt kérdeztem, hogy mi az, amit még nagyon szeretnél, akkor azt mondtad, hogy játszanál még Csehov darabban, mert imádod Csehovot. És akkor beszéltél nekem egy benned mélyen élő érzésről, vagy idézetről. Igen, és ez azt gondolom, hogy talán a hivatásomra is igaz. Ez Csehov Sirályából, a monológiának egy részlete, ami valahogy így hangzik. És most már tudom, érzem Kostya, hogy a mi pályánkon nem a fény, nem a siker, nem a csillogás a fontos. Nem az, amiről én ábrándoztam, hanem hogy tudjunk tűrni. Tud hordani a kereszted és hígy. Én hiszek. És most már nem is fáj olyan nagyon. És ha a hivatásomra gondolok, már nem félek úgy az élettől. Ennyi.